Egy pillanatra a kártyáját megnézhetném? Csak egy másodperc. Aha. Engedje meg, hogy gratuláljak. Gratulálok. Gratulálok. Önöknek is nagyon nagy gratuláció. Foglaljanak helyen. Ugyanis az a helyzet, hogy a kártyából kiderült, hogy önök voltak az ezredik vásárlók, és nyertek egy kis ajándékot. Ez az étteremlánc különleges ajándéka. Eltöltetnek 3 percet Mucsi Zoltán társaságában. Jó? Rendben? Tessék parancsolni. Foglaljon helyet, nyugodtan. Óra indul. Azt tudják egyébként, hogy Zolit honnan lehet ismerni? Hogy melyik csapatba focizott? Hát én úgy tanultam, hogy a Vasas. Aha. A Vasas. És mikor? Amikor a Hüvösmődben gúlát építettek, és az öltözetük árvalányhajas pörgek alap volt, és kék trikó piros nadrágban. Pontosan. Csak akkor még nem Vasasnak, hanem Turkeves színes. Turkeves színes. Bocs, hogy beleszólok, használják ki, mert már csak 1 perc van. Hányas lába van az úrnak? 43-as. 43-as? Összehasonlíthatjuk, hogy kinek van nagyobb lába, az Zolinak vagy önnek? Cipőcserére? Egy cipőcserére, aha. Megpróbáljuk? Tudok segíteni egy picit? A jobb csuka van. Látják, milyen márkás? Na, tegyük fel! Várj előbb a cipőt, először igen. Látszott a Zoli lábán, hogy milyen izmos? Kellemes hely. Kis voltál valami. Legyen mi más kis. Na. Légy szíves, csipencsétek rá a pesgőt, jó a kártyára? Kedves egészségünkre, sajnos lejárt az idő, és hogyha nem gond, annyi lenne még, hogy én még egy ilyen pomodoro spagettit még rácsippenteni. Jó, értem. Végén magam. Hát ez teljesen. Uram, köszönöm. Nagyon köszönöm. Örültünk. Hogy érezték magukat Mucsi Zoli társaságában? Kellemes. Kellemes, szimpatikus, kifogástalan úriember. Nem baj, hogy ráncos? Hát az mindegy, ez elmúlt éveknek a gyümölcse. Sok munka van. Úgyhogy minden ráncos fűzünk valamit. Így van. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük. Viszlát, minden jót. Minden jót.